Nézzük meg, hogy az Orbáni infláció mit tett az élelmiszerárakkal. Európa országai. Van, ahol kicsit jobb, van, ahol kicsit nehezebb. Szlovákok, Litvánia, Észtország, Lengyelország, ők is megszenvedték az elmúlt egy évet. Na de, hol van ez az Orbáni inflációtól? Hol van ez a 45%-os élelmiszerár drágulástól? És ugye mindannyian tudjuk, az, hogy ennyit elvesznek, hogy 25% az infláció, az azt jelenti, hogy az embereknek negyed annyi pénze jut. És hogyha már erről beszélünk, akkor bizony nem háborús, meg szankciós infláció van. A bizalom veszett el az Orbán kormány iránt. Nem bíznak benne a nemzetközi intézmények, ezért gyenge a forint. Nem bíznak benne az európai országok, ezért nem kapjuk meg az Európai Uniós támogatásokat. És ami a legrosszabb, nem bíznak már meg az Orbán kormányban a magyar emberek, a magyar vállalkozók. Ezért nem mernek egy kicsit hosszabb távra tervezni. Ez az infláció igazi oka. Nem a háború, nem a szankció. Az Orbán kormány az oka az inflációnak. Orbáni infláció van Magyarországon, és akkor tudjuk megfogni az árak emelkedését, ha Orbán rendszerének is véget vetünk. Ez lesz ma a feladatunk.